ha jól szeretnék a kutyámmal együtt dolgozni, akkor ahhoz az kell, hogy ő ezt élvezze. Az idomításnál ez az, ami nem szempont. Nekem viszont ez mindenképpen nagyon fontos, akkor lesz az a munka, meg akkor lesz az a feladat végrehajtás igazán szép, hogyha a kutya ezt örömmel csinálja. És a családi kutyatartásban igazából erre van szükség. Ezért aztán én mindenképpen elkerülném az idomítást és a különböző kényszerítős technikákat. Meg lehet tanítani a kutyának mindent ezeknek az elhagyásával is. Az iskolán, meg a saját kutyusommal is én pozitív megerősítéssel dolgozom. Ez azt jelenti, hogy egy adott cselekvésnek a gyakoriságát szeretném megnövelni, például üljön le a kiskutyám. És erre úgy veszem rá, hogy amikor leül, akkor ő mindig valami olyasmit kap, ami számára kellemes. Ezért aztán egyre többször fog leülni, szívesen fog leülni, mert tudja, hogyha együtt működik, akkor utána valami kellemes dologra számíthat. Lehet ez a kellemes dolog egy jutalomfalat, lehet ez a kellemes dolog egy nagy játék, egy szóbeli dicséret, adott esetben egy simogatás, és hogyha a kutya tudja, hogy a közös munkánk az egy kellemes dolog, akkor szívesen fog ebben részt venni, és boldogan fog mindent végrehajtani.